Kivasalta már a Szabó a frakkomat? Egy óra múlva küldi nagyságos. Molnár Ferenc műve már közvetlenül megírása és Víg Színházi bemutatója után 1907-ben óriási sikert aratott. Számos nyelvre lefordították, a hazai és külföldi színházak gyakran tűzik műsorukra. Az előadás a nézőt a polgári szalonok világába viszi el, ahol az ördög agyafúrt módon azon mesterkedik, hogy a szerelmesek egymásra találjanak. A darab rendezője Tasnádi Csaba, aki szerint Molnár Ferenc műve örök érvényű kérdésekről szól, ezért is lett siker világszerte. 1907-ben volt az ős bemutató, abban az évben, amikor Molnár Ferenc előrukkolt a Pál utcai fiúk című kis regénnyel is, ez meghozta egy csapásra számára a világhírnevet. A legenda szerint, hát ezek irodalomtörténeti tények tulajdonképpen, Bródy Sándor szervezésében egy baráti társaság kiment a Margit szigetre, ma úgy mondanánk bulizni egy hosszú hétvégére, és akkor a hó esett 1907 telén, hogy nem tudtak egyszerűen szabadulni a hó fogságából, és Molnár Ferenc a darabot egy hét alatt papírra vetette unalmában. Az egésznek van egy ilyen Fausti előképe, és Freud hatása is nagyon érződik rajta. Tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy mi lenne velünk akkor, hogyha a bennünk bujkáló kis ördögöt szabadjára engednénk, és titkos vágyainknak utat engednénk. A fiatal festő János régi barátja feleségéről szándékozik portrét készíteni, ám az ördög közbeavatkozik, és egészen az előadás végéig ő irányítja az eseményeket. János szerepében Vaszkó Bencét láthatja a publikum. Molnár Ferenc azért mindig aktuális szerintem, mert emberi kapcsolatokról szól zömmel a darab, és tehát szerelemről, kísértésről, hiúságról, féltékenységről, és ezek elévülhetetlen emberi kérdések. A címszereplő Slanger András, valamint Trokán Anna és Vaszkó Bence mellett Jenei Juditot, Nyomtató Enikőt, István Istvánt és Tóth Zolkát láthatja a nyíregyházi közönség. A premier előtt a Móricz Zsigmond Színház galériájában nyitják meg Kerekes Elek festőművész a Prima díj idei megyei jelöltjének Páros játékok című kiállítását.